Na, sziasztok, fiúk és lányok, üdvözöllek benneteket, ahogy szoktalak, mint mindig. Na most ez a videó arról fog szólni, hogy ingyen megkapunk pár dolgot a Rockstartól, ami elég kedves. Például autó, repcsét, az mi meglátjuk még később égben, mi lesz. Vagy elég jó kis finom újdonságok vannak azért. Na, akkor azt mondom, hogy vegyük fel először a telót, és kezdjünk vásárolgatni ingyen. Na, várjál, hol is van? Először a Rockstar kiadott egy új páncélautót, nem tudom már pontosan a nevét, valami Docker Knight, vagy valami esmi, nem tudom olyan jól kiejteni. Na, kérem szépen, itt van az első, ez a páncélautó. Azt mondják, hogy sokkal jobb, mint a Chroma. Nem tudom, pedig de annyira nem tetszik. Megmondom nektek őszintén, ne kérdezzetek miért, mert én sem nagyon maga az alakja, meg minden. Na, lényegtelen. A másik dolog az, ez a Marshall. Ez ingyen elérhető számunkra. Szerintem egész május 1-ig, hogyha jól tudom. Na, akkor lássuk, hogy tényleg igaz, hogy ingyen be lehet zsebenni ezt az autót. Bolyt, na, és akkor itt megkérdezzé tőlünk, hogy hova szeretnénk spanoltatni. Oké. Akkor visszamegyünk. Megveszük a másikat is, hogyha már ingyen adják, miért ne. Szerintem, mert és úgy lennétek vele. Na, Marshallt, oké. Így néz ki belőrülni. Na, itt ki lehet választani az országot, hogy na, mégis, amit itt hátul a lobogóját, hogy fog ezt kinézni. Hogyha megpróbáljuk az Egyesült Államok, wow, de király, jól néz ki így, mármint belsőleg minden. Ez azt hiszem, hogy ez francia. Ez meg Deutschland. Na, nem tudom, a szívem, hát csak nézem ezt a japán, vagy a kínai. Na, ez se rossz. A játékosok nem fogják tudni, hogy mégis, hogy... hogy mégis, és tényleg kanadai leszek. Hoppa. Na, szerintem inkább megválasztom ezt az Egyesült Államos, jó néz ki, tetszik. Na, akkor ezt is zsebeljük be azért. A Marshall. Gyönyörű. Azt hiszem, hogy még van még egy repcsés, hogyha jól tudom. Persze, ingyen. Na, várjuk csak, merre van. Hú, azt hiszem, hogy itt kell legyen. De azért ez a luxus aranyozott repcső. 10 millió dollár, hát mondjuk én nagy pénzt, én nem adnánk érte. Nem azt mondom, hogy nincs annyi pénzem, de annyit nem szeretnénk rákölteni. Mikor veszem használt, nagyon ritkán. Na, akkor lássuk az ingyen repcsit. Nem ez, már szóltam, hogy itt van itt fent, srácok, a Dodó repcsi. Ezt nagyon szeretem vezetni, mert amikor farmolok, szóval amikor bizniszelek kokaint, szóval amin van ottan, akkor valamikor repcsővel megyünk. De annyira megszeretem ezt a repcsöt, és sokat gondolkoztam azon, majd, hogyha leviszik majd az állat, akkor ezt meg fogom én vásárolni. De most látjátok, nem kell megvásárolnom, itt van, ingyen, meg tudom venni, szóval megkapom, és nem kell érte adjak semmi pénzt. Haha, de jó, szuper! És hajlássuk, hogy milyen újdonság jött azért ki. Meg kell hagyni, hogy itt a Benningnél is van leárazott autók.
Például itt van a ez a Dembraus. Ez is nagyon jó néz ki, srácok. 600 000-ről lengetik 449 ezerre. De elég jól néz ki az autó, azt hiszem ezt is majd meg fogom venni. Majd a következő leárazásnál most valahogy nem. Itt van még a Progen Itali. Nézzétek meg, milyen jól néz ki ez a kis besti autó, nagyon tetszik. Majdnem hasonlít a T20-asra. Szerintem a... már a... azt hiszem a T20-as az Progen, ha jól tudom. Akkor ennek a tesója lehet, tudja a fene. De így néz ki, srácok, feltuningolva, de ide kemény pénz kell azért. Majdnem még egyszer ennyit, majdnem rá kell költsetek azért, hogy ilyen jó néz ki, ilyen vadállattól, de tényleg. Majd ezt is majd meg fogom vásárolni, de nem most, de már csak... máshogy nem enged itt a belső nézet, vagy hogy néz ki. Na, hát, micsoda pek. De jó lett volna. Na, kilépünk, lássuk csak, hogy még valami van. Ó, igen, itt van a Truffa de Niro. Az Adelnek a tesója. Így néz ki simán, hogyha megveszitek. És így néz ki, amikor fel van tuningolva keményen. Én nem tudom, sokan azt mondják, hogy ez a leggyorsabb autó jelenleg. Nem tudom, mit mondjak nektek, de én nem mondok semmit. Mindenki döntse el saját maga. Jól néz ki. Csak én autókat én nem nagyon szeretek vásárolni, srácok, mert mondjuk semmi értelme, mert na, legalábbis az én szempontomból, mert mondjuk, hogyha én nem nagyon járkálok, én a megszokott, amivel szoktam járni a Krumával, de tényleg az egy bevált kis autó, használhatod missionekre, ez bármilyen, az helytáll. Igaz, hogy egy játékos ki akar lőni, puff, neki egy sticky bomba, vagy egy RPG-vel, annyi neked, szóval felrobban. De akkor is imádom, jó, ilyen sportautó meg minden, de hát legalábbis úgy néz ki, mint vagány. Na, lényeg az, hogy nekem tetszik. Na, lássuk még lejjebb, még van-e valami. De semmi. Srácok, hogyha ezeket meg akarjátok venni, igyekezzetek, mert egész március 1-ig van elérhető, de utána jön a következő frissítés, szóval úgy akarom mondani, a következő leárazások. Na, azt hiszem, hogy egyenlőre ez így van. Lássuk, de nézem csak a legendári bajton, valami újdonság vagy sem. De nem olyan rég megvásároltam ezt a Pegasi Tempestat. Ez állati, nagyon jól néz ki az autó, ez csipám. Ezt szeretem, ahogy megyen. Akkor is le volt árazva. Hú, srácok, nem tudom már mennyi volt, 900 000 körül, hogyha jól emlékszem, de megérte az állat. Na, én nem bántam meg, hogy megvettem. Hamar itt gyorsan átsasolom, hogy mégis valami újdonság. De nem hiszem, hogy fogok venni valamilyen, de hát jobb, hogyha átnézem. Azt hiszem, hogy még kell legyen még itten, még egy leárazás, nem tudom, még a Krumának, ha jól tudom. Itt van. 525 000 helyett, majdnem 400 000 dollárba kerül, de tényleg, srácok, ezt nagyon szeretem, hogy megyen. Ez eddig a kedvenc autóm, és
belső nézete is nagyon jól néz ki. Imádom, lehet, hogy megveszek még egyet, meglátom. Még meggondolom. Azt hiszem, hogy egyenlőre ennyi a... És a hajókkal kapcsolatban lássam, hogy... Látom, még van még... A múlt héten volt leárazás, srácok, hajatok. A sima az volt, azt hiszem, talán 4 millió, és plusz még, amit még rá akartatok volna költeni, ez a... többe került. Sokat gondolkoztam, vegyek egy... múlt héten gondolkoztam, vegyek a jachtot, de mondom nem. Inkább ott álljon a vízen. Nem kell. Most se tudom kihasználni annyira. Jó, van egy GT, bocsi, most nem érek rád. Na, akkor próbáljuk ki az új páncrozott autó, a Dukit. Úgy, Schiller, aranyapám, nem láttál a két szép szemettől? Lepuskázlak. Nem téged? Ne jegyé meg. Nézzünk oda, nem figyelnek a járművezetők. Micsoda beszéde. Na akkor hívjuk fel a mechanikust. Na akkor kérjük le az autót. De nagyon rajtonni. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy megy el, milyen a mozgása. Majd lehet, hogy megcsinálok majd egy tesztet akruma és se közt. Meglátom, na hol van már? Jó, nem spanolod a város másik oldalára. Na de se baj. Na srácok, ez így néz ki. Na hát olyan. Mennyi elfogadható. Itt az oldala. És így az eleje, az nagyon tetszik, srácok. Megint lóg a motor is. De csipem. Vajon ezt fel lehet tuningolni. Na akkor meg lássuk, hogy mit tud. Na lássuk a... Jó néz ki. Úgy. Jó, ne stresszelj már eljét. Tudom, hogy hiányzom neked. Na akkor én azt adom nézni. Bár erre megyünk kérni. Ja, de furcsa ezt lesz. Megszokni. Dokumentot. Belső nézet, srácok. Ez egy ilyen retro mit, de azért jó elfogadható, kétszemélyes. Jaj, hát én kiszálltam, srácok, véletlenül, bacsesz. Na lássuk, hogy na már kiszálltam, akkor kíváncsiságból nézem már meg, mennyire páncélozott ez a jármű. Erébbül nagy felszállok én is. Azt mondom, hogy 3-2-1. Buff neki. Ennyi. Ez a páncélozott autó, srácok. Kemény. Nem semmi, közben rám szállnak a rendőrség. Ahol még egy alkatrészen egész ideig repült. Az igen, milyen messze a járműtől. Nem semmi. Leszalás. Na már le kéne rázni ezeket a mit. A rendőröket valahogy fejben mindjárt lesz telt, és akkor tényleg fel kéne hívni. Jó. Hoppa már. Jaj, de jaj, hogy köröztök igen, mert de örülök nektek. Van nekem egy jó kis búvó, elmúlva el szoktam így bújni. Szóval le tudom rázni ezeket a
bohócokat. Kilőtik a kerekemet, de jó. Általában itt szoktam elbújni, és se perc alatt lerálasztam őküket. Aztán addig hívjuk fel a észreveszt. Ez valami biztosító, valami a szúnyarod. Jó. Hát csak fizetek 800, valami elég olcsó pénz. Gondoltam, hogy de milyen sokat fog fizetni. Wow! Na, szerintem mindjárt le is ráztuk. Jó lenne itt a bankot rabolni, mint a single playerben, mint volt a bankrablások. Aki tudja, aki végigjátszott, azt tudja, miről beszélek. Jaj, hát mántok között, egy hete nem játszottam, és milyen furcsa, hogy az irányítás, mint hogyha most játszanánk először. Jaj, nagy bizony. Vigyázzatok, nem látod, hogy szirénázok, úgy incsébb be, mindjárt be egy tekény is úszt, akkor nem leszel boldog. Úgy. Na, akkor megint lehívjuk ezt a Doki-Muki autót. Nem tudom, valahogy nem igazán jön be. Egy kicsit csalódott vagyok. Na, se perc alatt itt van valahol. Mit kell ezt panolja nekem? Aztán meg vége a szirénának, de hát nem, úgy hagytam véletlenül. Lásom csak a világítás, ó, még fent is, ó, még kinyílik a lámpa, ó, nem semmi. Visszacsukódik, zsír, na jól néz ki. Ó, gyertek nekem, be akarom én a... Így, né. Na. Lássuk, mennyire lehet ezt még fejleszteni. Armor. Ó. Nem is tudom. Nem szeretnék sok pénzt rákölteni, megmondom őszintén. Lássuk csak. Az emblém mód oda kerül. Zsír. Ez mondjuk, ez marad rajta. Ó! Aj, nem tetszik kroma, úgyhogy abba se tudnám. Hát szerintem inkább maradjon ilyen a mat színű. Jó. El tudom adni. Nem kapok semmi pénzt érte, ugye bár ingyen kaptuk meg. Ó! Felfüggesztés az jöhet. Gyorsság, ez 7600-ba kerül. Most nem tudom, miért toningolom azért. Lássam csak a kerekeit. Erre vagyok nagyon kíváncsi. Hát... annyira nem vagyok odaérte az autóért, de azért kicsit fejlesszük. Haladunk a korra. Jó, nem is tudom a többi autóimnak, hogy csak azt hiszem, hogy ilyen sport. Ez hogy néz ki? Hát,
Nem igazán valami. Mondjuk maradjon ez. Az írás nem kell. Oké, és ez se kell. Mondom, annyira nem szeretném ezt fejleszteni, mert nem hiszem, hogy ha megveszem 28 000-ért, és csinálok még egy tesztet, hogy csomóan pénzt elcseszek erre. Ezt nem. A tudát nem veszek, majd lehetséges, hogy Xenon égő. Elől-hátul legyen kivilágítás. Limgreen, wow, engedi? Na akkor maradjon ez. Kedvenc színem a zöld. A zöld is persze. Kell adnám, mennyit kapnék érte? Majdnem 30 000-et, igaz, amit ráköltöttem. Csak erre nem lehet módosítani a motorházat, hogy mondják neki. És hogyha még egy ilyet rárakok, akkor is felrobban. Hogyha az erő felrobbant, akkor most miért ne? Nem! Wow! Egyet kibírt. Már másod... Már kettőre puff kipurcant. Nem, már megint körülési szintet kaptam, tehát ez állati. Na én azt mondom, akkor próbálj ki azért a fejüpegazost, adod a repcsit. Lássa sorba. Vagy inkább a marshalt. Jaj, el kell menjek egész odáig. Hát ez hüle. Na mindegy. Elszaladunk. Sportolunk egy kicsit. Semmi jármű nincsen. Álljatok már meg. Voltam felszedni. Gondolom ott, ahol van a mozi. Na, végre már itt vagy. Don't shit and go. Na, mindjárt ott vagyunk. Gondoltam, hogy oda fogja spanolni. Jaj, amúgy ennek is szaladtam. Mondjuk egy picit túlhaladtam, de se baj, majd jövünk. Még a körözési szint is sikerült lerázni, ugyebár egy az kutyagumi. Na lássuk ezt a híres dodó. Nem a Dodót, a Marshall, a... Hol van? Itt van is, srácok! Wow, de király! Jó, de zsír! Elfogadnám mondjuk élőbe. De szuper, nagyon jól néz ki, nem ilyen hatalmas kerekek. Nagyon király. Na, szájjal fel, becsálja. Menjük egy pár kört. Micsoda szép hangja van. Mondjuk ezt nem lehet tuningoltatni, mondjuk. Tetszés szerint vagy. Outban volt. Ez is. Az is. Jó, milyen jó. Jó, gyorsan megy. Azt a kutya mindenit. Én nem gondoltam volna, nem ére. Meg sem sérül az autónk. Nagyon jól néz ki. Nagyon kíváncsi vagyok erre, srácok. Olyan... Ez az, gyertek belém, úgy bizony. Jó, csináljátok. Hmm.
Na lássuk, hogy beenged egy kicsit. Szeretném tuningoltatni egy picit. Na, azt mondja, nem, neked nem. Ugyebár szinte be se férni. Vagy éppen hogy? Nem. Elég bazi széles az a kerekei. Öcsém, nem lesz ki. Nagyon jól néz ki ez a kis mit-mit autó. Ez a Marsa, de tényleg. De szerintem ilyen hegyekben ilyen túra elfogadnám azért élőben, már nem azért, de ott hátul lobog az Egyesült Államok zászló. Én azt mondom, akkor még lássuk a kis helikoptert. Én is helikoptert. Mit csinálok, nem tudjátok, mert én sem tudom, csak itt nem pörgetem fele-fele. Feljük Pegasust, megmondjak neki, hogy spanolja le nekünk, csak itt tudja, hogy hova a Dodót. Ha már ingyen megkaptuk, persze. Ez is 200 dolcsiba fog ezt kerülni. Na ne, a reptére. Na akkor. Micsoda vagány belső néző. Ó, halljátok ezt a hangot. Na, miért szállt neki? Csajje. Most miért szállt ki? Lehet, hogy megrümtem egy gombot? Vagy mi a fene? Aha. Gondolom én, mert hogyha én ezt panolok én másolat, akkor már kész, meg kidob belőle. A fene egyele. Hát mondjuk nem így gondoltam. Üssél el. De kár. Hát ki a fene gondolta volna? Aha, nem engedi. Figyeljtek mi? Záró. Na én azt mondom akkor, hogyha ennyire sajnálják a izét, akkor majdnem mondtam valamint, inkább hallgatok. És akartam, akkor menjünk buzáltal, hogy ugyebár ez hamarabb lejön. Szekuszerva vehi a buzab. Akkor repüljünk el odáig, ha már sajnálják mi tőlünk. Most miért volt le megint 200-at? Jaj, szokásost. Máskülönben az egyik kedvenc kis helikopterem. Ebbé az a büzzel. Nem azt mondom, van többfajta belőlük. De van azt hiszem, hogy a Savage, az ami így harcias repcsi. De ezt nem tudom, mert ezt jobban szeretem így irányítani. Így össze-vissza. Azt hiszem, hogy kell legyen valahogy a térkép szerint, itt mutatja. Ott vannak kis drága dodó repcsink. Azt hiszem, hogy ott eredeti ára, hogy 600.000 dollárba kerül, hogy ha jól tudom. Vagy 500.000? Nem is tudom pontosan. Akkor indulásra felkészülni. Így néz ki máskülönben a belső része. Itten mondjuk azt hiszem, hogy ez két személyes, még egy személy, de volt olyan kor, amikor így felszálltam egyszer, amikor srácok videóztak a gamer blog, de tényleg rendes srácok meg minden, de tehát felszálltam, és pont itt a szélén, jó, majd mindjárt, pont ott az én karakterem, ott a szélére ült fel, de miért? Hát nem tudom, de ezek szerint, na akkor én azt ne hozzuk tovább az időt, akkor
egy kicsit repüljünk. Én is felhúzok. Jaj, hát mindjárt kimegyek. Vagy biztos, aminek nem kell. És behozzuk a köröket. De mióta vágytam egy ilyen dodó repcserendet, tényleg nem gondoltam, hogy nem gondoltam volna még, hogy megkapom ingyen. De tényleg nagyon örülök neki. Mondjuk még a bizonyos leszállunk. Én picit nagyon elszoktam a játéktól, tényleg nem játszottam egy hete azt körülbelül, vagy másfél hete, vagy olyasmi. Megpróbálok leszállni. Egy kicsit bénázok. Na, még a vizen is lesz a... nagyon jól néz ki az öreg. Én azt mondom, hogy ne menjünk arrébb, mert mindjárt a cár pedig azt akkor befal bennünket. Ugye bár nem is tudom, hogy vajon van ebbe az online részében, vagy csak maga story módban. Nem tudom. Látom, hogy így nagyon jól néz ki minden, komolyan. Meg sem merte volna álmodni, hogy ilyen olcsóság, szóval se... Na, nem azt tudom, hogy pénzt adtam érte, vagy bármit. De egy ingyen van, én elfogadom, én sosem mondok nemet. Milyen jól néz ki. Csak mondjuk jó lett volna, azt mondták volna, hogy na most akkor válasz ki magad címibe, hogy miben szeretnéd a játékot. Hát, de szóval mármint a repcset. Hát mondjuk én szerettem volna egy szürke, zöldes, vagy bármi. De bánja fenne. Ilyenkor nem válogatok, amikor ingyen kapok persze dolgokat. Nem is tudom most, merre menjek, hova menjek, srácok. Menjek a farmra, lássuk, hogy ezek mit csináltak itt, mert már rég nem voltam arra. Remélem a munkások nem lopják a napot. Na, majd utána megmutatom nektek a Pegasi Tempestát. De az is nagyon jól néz ki, de tényleg abból imádok menni. Jó, most meg arra ne stresszeljen, már itt el lehet, tehát én nem tudom jól neve. Azt hiszem, hogy kilépek a CO-ból, és akkor úgy jobban fogom tudni látni. Betáj. Quit. És nem tudom, mivel a repcsőval itt le tudja majd szállni. Ez körülbelül, merre kell egy otthon a térképen. Megpróbálok leszállni, de nem vagyok be. Várjál csak. Körülbelül így gondolta. Ne húzd be a kereket! Nem tudom, hogy sikerül leszáll a srácot, de látom, hogy elég jó. Nem gondoltam volna, hogy ilyen jó fog leszállni. Na jó, akkor gyalogolunk odáig. Hát ez itt én nekem a metlaborom, srácok. Nem olyan rég vásároltam meg. Aztán nem is tudom, mennyit adtam így összesen, feltucolva, feltuningolva, hát vagy 2 millió körül. Nem mondom én, hogy itten laza itt az egész. A többiek nem dolgoznak, csak egy munkás dolgozik. Hát... Hogy? Fogozkodjál bele, ne esél nekem, mert nem húzlak ki. Úgy. Lopjátok a napot ottan, vajkálózatok, telefonoznak, na de se baj.
hogy megértem nektek, mostan lejövöm nektek a Tempestát, nem tudom, azt nagyon csukom azt az egy autót. Na van olyan jó, mint a T20-a szerintem. Jaj, hát nem ezt kell tudnom felhívni, akkor ezt a mechanikust. Hú, vagy merre van, azt hiszem, hogy itt kell legyen a Tempesta. Oké. Mindjárt lehozzák nekem. Egy kis törölmet kérek. Na, vagy, aha, itt van né. Én nekem dosztig elég ez az autóversenyautó, nem akarok vásárolni olyan autókat, amit, de tényleg csak ott állnak a garázsból, meg minden, hát ez. Evel még járkálok össze-vissza. Nagyon jól megyen, nagyon jól néz ki, nagyon csipázom. Még a belső nézete is az is, milyen jól néz ki. Na, legalábbis én nekem nagyon tetszik. Ó, oh, micsoda utak vannak itt, a mama kenyér. Egyenes úton mások teszteljük le azért, de nagyon jól megyen a zsír. Na van, szerintem van olyan gyors, mint a T20-as, azt is nagyon szeretem ezt az autót. Akkor bevágja a féket így, ott középük kigyúl, azt nagyon szeretem. Na itt van, itt van a másik farm srácok, azt hiszem, hogy ez a Cocoin Business. Na lássuk itt, amit működnek, itt is sűrös a raktár. Aha, minden üres. Jó lenne, majd feltankoljam. Majd nem sokára. Na itt szorgalmasan dolgoznak a dolgozóim. Igaz, hogy fizetemüket még minden. És akkor termelnek keményen. Ez a legjobb eddig, ami van, én nekem is jól fizetnek. A Coco Business, a metafetamin, és a pénzmosás. Ez a három, ez ami jó pénzhoz a házhoz. De tényleg nem bántam meg, hogy rákötöttem annyi pénzt. Na jó, fiú kislányok, ennyi volt ez a bemutató. Ez az ingyenes autó, repülő, és meg a Marshall, az a nagykerékű prepjáró autó, legalábbis úgy mondom neki. Na jó, ennyi volt, köszönöm szépen fiúk a figyelmet, addig is lehetek jók, sziasztok!